Csak ha ennek a blokk utolsó előadója, akkor hát, kérném ismét, hogy... Ha ez itt megszólal egy ostoba hangon, akkor majd kiderül, hogy beszélnék egy többet. Hogy ez ide teszem. Ha megszólal nagyon ostoba hangon, és azt írja, hogy nem, akkor beszélhetek többet. Különben csak összehadarok valamit. Hogy én nekem az ilyen, mi a fenével van, mivel miről beszélek? A utolsó szekcióban lettem volna. Na nézzük, hol van ez? Utolsó szekcióban lettem volna, és hát ugye ennek az volt a célja, hogy a könnyed. Tehát itt eddig sok tudomány volt, itt ugye geo-bio-informatika. Ezt ugye nem vettem. Nem. Meg utána jöttek ezek az exobolygók, és akkor ugye ez egyébként lett volna még egy exobolygó, és akkor utána lett volna ausztráliai Anzix című ház színes, szagos. Ugye ennek az a célja, hogy már rég beszéltem itt Ausztráliáról, és mivel éppen megyünk bele, vagy legalábbis ti mentek bele az őszbe, én megyek ki belőle, holnap este, de mivel ti mentek bele az őszbe, hogy valamilyen módon egy kicsit fölvillantani egy kis Ausztráliát, aki még nem játszott, az nem olyan rossz hely. Ad kettő, Sárneczi Krisztián, üstökös rovat vezetőnk is éppen ott van, és hát az ő utazása kapcsán is lesz majd választó fotó, amit ő készített, és azokat így bemutatnám, hogy valamiféleképpen egy kis déli szelep csempészünk ide. Ugye, aki nem tudná, Sydneyben élünk, ezen rajta van minden tipikus Sydney csicsa, operaház, híd, távolban 100 km a Blue Mountains, a hegyek, a City, a nagy nyelvfrancokkal, óriás házakkal. Ugye Sydney egy ilyen, hát ugye mindenki, hogyha ha turista jön Ausztráliában, mondjuk évente, mit tudom, 3 millió, az mind jön Sydneybe is. Ugye Sydney a tengerpartján van, Ausztrália dél-keleti csücskében, sarkában, tőlünk 17.000 kilométerre. Ugye arra van Új-Zéland körülbelül, és ott van kelet felé, körülbelül ott van Sydney. Egy nap repülőút innen, vagy onnan ide. Na és a lényeg az, hogy ez a tenger partjára épült város, úgyhogy egy nagy öböl, a Parramatta folyónak a töltsét torkolatát építették körbe, a Botany Bay, ahol ugye partra szállt először kapitány, ez valójában csak egy nagy kikötő mind a mai napig. Maga a város, a 60 km átmérőjű tehén lepény, az ennek a inkább ennek a töltsét torkolat, és hát körülött az ehhez. Ez egy bazi nagy város. Pár fotó, ugye tenger, tényleg tenger partján, ugye a Sydney öböl bejárata. De csak néhány képet fölvetettük a klasszikus Sydney képek. A klasszikus Sydney feelinget. Hát igen. Ugye régen, pár millió évvel ezelőtt itt hömpölygött a óceán, most éppen lemegy. Ugye kifagyott a víz, és ugye, aki nem tudná, ugye mindig az ember ugye relativistán kell nézni a dolgokat. Tehát most például, hogy az világóceán szintje valami nem tudom hány tíz méterrel mélyebb, mert még mindig egy jégkorszakban vagyunk, és az a nagy vízmennyiség ott van a sarkvidékeken jég formájában. Ha majd egyszer elolvad, lehet, hogy 20 év múlva, akkor megint itt fog majd csendben a csendes óceán. Szerencsére Sydney biztonságos. Van, tehát ha csak rajtunk múlna, akkor hát gyere tengeri. De persze azért megy. Ugye, ha az ember turista és Ausztráliába látogat, akkor ide mindenféleképpen rájön, ugye a Sydney fő ikon, az operaház. Erről a pontról évente körülbelül 18 millió fotó készül az operaházban. Ez a tavalyi év 17.856.000 fotó volt. Ugye a legtipikusabb. Ha az ember kirándul 100 km nyugatra, Sárneczi Krisztián most tért éppen vissza pár órával ezelőtt erről a helyről, ahonnan ez a kép készült, akkor ugye lehet egy kicsit hely, tehát óceán, napsütés, kék, meg hát egy kis hegy is. A Blue Mountains Sydneytől nyugatra 100 km, ez egy olyan kb. 500 méter. Elég szép. Hát mit tudom én, csak ilyen feeling gyanánt. Alíz még anya előtti korszakában kérdezte, itt voltál valahol éppen.
Csak így ilyen feeling, de egy hangulat. Tehát ő nem egy hobbit, hanem egy normális. Esik befelé. Hát ez nem csak ilyen, tehát tényleg csak egy, ugye, ott mindenféle dolog más, és akkor igazán becsempészni a hidegfront által sújtott Magyarország légterében. Évente kétszer vonulnak a bálnák, ez éppen egy júliusi bálnafotó. Hát ugye délen, amikor hideg van, és akkor a kis bálna kibújik, és akkor azt mondja, hogy anyu, fázok, és akkor azt mondja, hogy na jó, akkor menjünk el az egyenlítő felé. Fölúsznak, és olyan, hogy kiugrik, körbenéz, na még nem vagyunk ott, ahol megyünk, mennek tovább. Hát június-július során lehet egy délen éjszakra vonuló bálnákat nézni, aztán meg egy fejlélek később éjszakúj délre. Ugye az éjszaka meleg, a dél a hideg. Tehát hideg, sarkvidék keletű, déli szél árasztott el a Fajnér szilárd. Jó, hát kék, ég, napsütés, tenger, tehát, hogy minden, ami az ausztrál létnek összetevője, szép képek, tenger, dombvidék, zöld. A főváros Sydney-től, vagy Canberra a főváros Sydney-től 270 kilométerre van, ott is van egy sérülés elvenni. Ugye ausztrál életnek egy állandó visszajáró problémája a víz. Ugye összes nagyvárosnak vannak ilyen vízgyűjtő területei, ez például a canberrai vízgyűjtő terület, a Pitvinbillai rádióállomástól nem messze. Ugye ausztrálokról azt szokták mondani, hogy az igazi ausztrál az, aki mindig tudja, hogy a lakóhelyéhez tartozó vízgyűjtő az hány százalékos kapacitáson áll. Jelentem, a Sydney az most 58,1% kapacitáson áll. Júliusban volt sok eső, előtte 36%-ig lehet. Akkor aggódjunk is jelentősen. Jó, hogy te megint egy nem hobbit, hanem egy normál méretű ember, és akkor lenne a vízgyűjtőnek a túloldala. Hát a Tidbin villai 70 nem tudom hány méteres rádiótávcső, hát szép. Ugye Ausztráliában van sok csillagász, ugye 20 millió lakosra nem 50-60 csillagász jutni Magyarországon, hanem mondjuk a 300 körülbelül, tehát fajlagosan egyen legalább háromszor annyi csillagász van, mint Magyarországon. Ezeknek egy igen nagy része rádiócsillagász, a rádiócsillagászok rádiócsillagászkodnak, illetve ha pénzt akarnak keresni, akkor a NASA Deep Space stationjeinek keretében távoli űrszondák jeleit fogják, és aztán közvetítik az amerikaiaknak. Amikor ezt a képet készítettük, mi volt a Mars Global Survey, valami Mars szondának a jelek. Itt jönnek a jelek a Marsról. Hallgatóznak, hogy mi a fene történik a Mars felszínén. Jó, hát még egy ilyen Pitvin Billa. Jó, hát nem csak autó, vagy nincs csak állat fotóm, most nem gyűjtött, tehát nagyon sok állatfotó van, több száz kenguru fotó van, de most csak párat válogattam össze. Ez majd plusztál. De furcsák a kengurúk arra fel. Ez nem plusztál, hogy Ausztráliában sok minden más, ugye, tehát ilyen rádiócsillagászok, optikacsillagászok, tehát süt az ég, nem süt a nap, kék az ég, nincs víz, stb. Állatok is mások, ez a kukabura, a nevető matár. Kukabura, úgy hívják a kukabura, nem akarom eljátszani, hogy hogy énekel, mert nagyon hangos lenne, és mindenki bolondnak. Jó, kenguru, ugye, tehát a buta jó szám, de én az is ott a kicsi is, már kezdi utánozni. Mi a fenét csinál? A nem fölvett következő képkockán mind a kettő lehajol, és akkor ő a zsákból, ő meg így a nyaká újt legerész. Állatok, vannak állatok, ezek pedig megint csak ilyen illusztrációk éppen az állatvilág is más, a növényvilág is más, az embervilág is más, ezek óriás denevérek, nappal. Itten lógnak, veszekednek, beszélnek, néha röpködnek. Ezek ilyen így kiterített szárnyen, ilyen jelentős szárnyak. Tehát este megrűnődik. Itt igen, ott az egy fél szár. Ott egy fél szár. Ezek szép nagy jó szár. Én területem Sárenci Krisztián egyesületi üstökös szakcsoport vezetője, most éppen ott van, tessék, ott van. A
idén jó szeptember 9-én, ugye Sydneyben volt a APEC meeting, nem OPEC, APEC, ugye George Bush, kínai, japán, mindenki, anyám, kínja, Putyin, mind ott volt. Nagyon az itt jöttek föl, és akkor csináltak egy képet róluk. Előtte pár hónappal Krisztián is már ott. De hát ugye ő dolgozni jött Ausztráliába, nem lazsálni, meg turistásodni, próbálja megtartani szegény fát, nem is kibőjön. Többé kevésbé sikerült. Hát ugye az idei 19 millió, mert ugye idén több turista jött, az idei 19 millió operaház fotó egyike. És akkor jó, sziasztok! És akkor jó. Na most ugye hát ugye mi történik odakint, ugye én ott élek, illetve nem csak én élek ott, hanem Derek Aliz is ott él, ugye mind a ketten. Hát ugye én csak egy fizikus vagyok, aki csillagászattal foglalkozik, ő egy igazi csillagász, aki mostanában foglalkozik Benjamin fiunk nevelésével, vagy legalábbis etetésével, hát a babakocsi bantologatásával. Jó, hát ott ugye vannak szép, itt vannak ilyen szép timbáleffektusok, hogy az emberi mozgatja a fejét. Most készültek egy szép tindáleffektusok, kilátó, és ugye ennek van csillagászati aspektusa is ennek a fotónak. Jó, és akkor az ember itt üldögél, és akkor most így hazajöttünk szeptember 15-én, és holnap este 11-kor repülünk, a Krisztián mutatja, hogy hogy kell. Csapkod a szárnyával, és repülünk. Jó, jó, itt ez nem tudom miért érdekes, ezt sem tudom, hogy miért érdekes. Na most itt valahogy kéne itt tovább menni, felénye. Még gyorsan végigpörgetek azt, ez egy ilyen kis áttekintés arról, hogy mit tud a Ausztrália, aki még nem volt Ausztrália. Csökkogjál már az Istenem, nem csikor. Akkor gyorsan beszélek. Hogy a Krisztián augusztus 11-én érkezett a 1999-es napfogyatkozás 8. évfordulóját Sydneybe. Nem hiszem, hogy ennek van relevanciája, de én is megjegyezni. Ugye a célja az, hogy a üstökös kisbolygó ilyen baszkurálásokat csináljon tudományos célkitűzéssel, de ennek során nem csak Siding Springben járt, hanem kifogta számomra legalábbis életem legjobb holdfogyatkozását. Augusztus 28-án szép holdfogyatkozás történt Sydneyben. Rövid nadrág. Ő is megállapította meg én is, hogy még rövid nadrágban soha nem észleltünk teljes holdfogyatkozást. Isteni derült ég, isteni magasság, tök jó idő, tök te. Abszolút mindenki. Pár fotó a különböző fázisokból, ez az ő általa frissen aznap vásárolt fényképező géppel. Hát itt ez csak egy, hát igen, ez ott volt itt, tehát ez volt itt, amikor elkezdett belemenni, aztán már teljes volt fiatkozás, hát igen, kicsit látszik. Hát igen, itt ez egy ilyen vizuális látvány, ugye itt a horizont, a szomszéd kerítés, ott a hold elfedve, Fomalhaut, Grúz. Ugye a magyar horizont az valahogy így. Ott még egy hold. Aztán mentünk tovább, ott volt pár szép csillag körülötte, a hold körülött. Azt hiszem ez a legjobb kép, ez tényleg ilyen színű volt, tehát nagyon szép színes volt. Borzasztóan szép, iszonyatosan szép színes volt. Döbbenetesen szép színes volt. Szép színes volt, de aztán elment az árnyék, és volt fiatkozás, nincs volt fiatkozás. Utána 2001-ben láttam, hogy összes jóból kimaradunk ott délen, kifejezetten láthatom egy csomó fogyatkozást. Úgyhogy ez ugye másnap a láttam sajtó, megnőtt, is tökött, csak... másnap a sajtó hozta is szépen, hogy volt egy fogyatkozás. Örültünk is, mi is tudtuk. Ez azért volt érdekes, mert másnap indultunk a összesen három Siding Springi menet másodikára, úgyhogy azt mondjuk gyorsan végig pörgetni. Aki még nem látott Ausztrál táját, így néz ki az Ausztrál táj. Busztal mentünk, Krisztián fotózott. Ami számára, mint földrajzosként nagyon érdekes volt, ez a bozótos szavanna jelleg. Tehát, hogy ugye nem erdő, nem is ilyen töküres, hanem ilyen szavanna szerű. Ő azt állított, hogy ez számára rendkívül érdekes. Hát én elhiszem.
Tehát igen, hát Ausztrál táj, busszal mentünk, miért a robotok? Ausztrália azért nagy birkatenyésztő, tehát mi nem, ezért így birka. Aztán busz egyik helyen egy háskút méretű falu van, aki járt már háskúton, azt tudja mit jelent. De mondjuk egy ilyen talán 400 lakosú faluban egy gics volt is található. Nem tudom, tehát szerintem pénzmosó fedővállalat. 400 lakosú faluban ki a franc ez műanyag télapot? El nem tudom képzelni. Minden esetre... Aztán persze megérkeztünk utunk célpontjára, hogy ez 500 kilométeres Sydneytől az úton, Rémonatban 320 km, a Siding Springi Obszervatóriumnak helyet adó Warrumbungle, magyarosan, angolosan Warrumbungle Nemzeti Park, 8000 évvel ezelőtt kihúnyt vulkán. Itt található, 1100 méteres magasságban Ausztrália legnagyobb obszervatóriuma, Csipogján. Hát 0-5-re léphetően. Más esetben is. 50 szakadt. Na, ugye a mondás azt mondta, hogy itt található Ausztrália legnagyobb obszervatóriuma, ide mentünk, én jöttem ebbe a kupolába, ő ez mozgókép. Itt valami átlátunk. Na mindegy. Tehát én ebbe a kupolába jöttem, ez az angol-ausztrál teleszkóp, ez majdnem 4 méteres, a Christian pedig egy kisebb, egy 1 méteres távképe jött. Ez itt a kanópusz, ez itt a déli ég, ez nem látszik innen soha. Pár fotográfia, bizonyíték arra, hogy tényleg itt jártunk. Christian, itt én nem tudtam nyugtan maradni. Hát itt minden tükör, csillag, egy klasszikus fotográfia. És megjelentek. Ennyi csillag. Ez itt a Skorpió Park, M6, M7, vagy fordítva. Ugye itt van a teáskanna, aki felismeri a teáskanna, Sagittarius. Itt pedig a déli korona. Ennek az egész képnek ez a lényeg a déli korona, Corona Australis, ahol még az ercörő áll. Szóval nem az, de az északi koronának az ercörögője helyén is van egy déli csík. Egyébként itt akar lenni. Senki által nem értett. Asztrovic. Én értettem. Jó, itt kell fel az Orion, itt a Betelgőz, Orion öve, Orion köd, Lepus, Sirius. Jaj, de furcsa. Ugye a magyar horizont az valahol itt. Micsoda miszticizmus. Hát igen, nem szép színei vannak egyébként, csak azért mutatom itt. Megint egy angol-ausztrál, Sirius, Orion, Lepus. Hát mindenféle ilyen dolgok vannak ezzel a képen. Hogy augusztusban, egy augusztus legvége, augusztus 29-e, akkor még a Mars itt volt akkor a Tauban, itt egy fiastyú, itt a hiádok, Aldebarán, Aldebarán, stb. A homokjáró 2,3 méteres távcső, Breaker, táncosok itt szoktak. Jó, igen, és akkor itt a Sirius, Canopus, magyar horizont alatt. Hát ilyen 80 fokkal. Na most ugye ez itt a 2,3 az előző ebben a kupolában van itt egy ilyen képpár, az idő múlását azért az ember jelezze. Ez valamikor tavaly augusztusban, ez pedig már tavaly decemberben, ez pedig idén augusztusban, ugye ugyan ott. Ő mindjárt észtelt, és ezután az Enter kerültött. Azt mondja, hogy nincs. Ugye ez a helyszín nem csak tápcsöveknek ad helyszínt, ugye ismert terjesztésben is egyfajta vezérűrű egyéniséget, szerepet játszik. Ugye van itt egy ilyen autóval bejártó naprendszer modellnél, Pluto is benne van, hát szóval réget ezt képíteni. Angol-ausztrál teleszkóp a nap, és akkor 250 km ott van a Pluto. Autóval bejárható. Jó, ugye Krisztián még augusztus elején használta a 2-3-as tápcsövet is. Itten nagyon örül.
Én a fotózok. Megint itt észtál egyen. Élete legelső észlelés a 2-3-assal. Egyből legelső hibáját is elkövettem, mert a J200-as koordinátára küldte a tárgyat a J200-es helyére. 1800 éve elprecesszálta a koordinátára. Ő próbálkozott szegény, de nem sikerült. Hát itt ez ugye a 2-3-as, hogy a diákeimnek szeretném mondani, őket még meg lehet vakítani ilyen parasztvakításra, diákvakításra, de ez végül is a 10 centivel kisebb, mint a kőtávcső, csak éppen nem kerül a föld körül. Jó? Két rovar vezető a naprendszer felén, vagy a bolygó rendszer peremén, ugye a Neptunus, Krisztián, meg én. A rendszer tartóoszlopai. Ez egy baba fürdető kiskád, ami 1000 kilométer végigutazott a térben, mert nem túl boldog. Nekem. Na most ugye csináltunk egy asztro interjút. Hát ugye Science Springben vannak mindenféle tápcsak, azt nem tudom, talán 13 kupolát számoltam meg, de most én ne is tudom folytézni. Pár évvel ezelőtt, egészen úgy, hogy 3 évvel ezelőtt a Uppsala Schmidt, egy 50 cm-es Schmidt tárcső kapott új lendületet, amikor a NASA amerikai pénzforrásként elkezdte a Siding Spring Survey-t finanszírozni. Ugye volt róla szó valamikor a nap elején, hogy a déli ért, Balázs beszélt arra, hogy a lineár lefedi az északi eget, na most a Siding Spring Survey a déli eget fedi le, rendkívül jó hatékonysággal. Ez pár nap alatt ennyit lefed az égből, 2x3 fokos látómező, 30 másodperc expozíció, 19 magnéig, már több, tehát nagyon-nagyon jó hatékonysággal. Itt éppen Gordon Garrard-nak veszem fel a hangját, nem tudom, lejátszómmal. Azt hiszem, ezt muszáj ezt tudni beforgatni. Ugye ő az egyik észre a Rob McNo mellett, mi el? Nem, de... Ugye ő készítette az áprilisi Meteor címlap képét, tehát itt a készítő címlappal a kezében. Mondtam neki, hogy a főszerkesztő megbízott minket, hogy készítsünk el egy ilyen képet, mert ha nem, akkor ilyen japán bérgyilkosokat küld ránk. Ennek hatására hajlandó ez tényleg megtalálni a kupola mellé. Ugye ez az 50 cm-es távcső, amivel tehát üstökösöket, földközelítő bolygókat. Rosda? Igen, ez egy iszonyatosan ütött kopott, tehát iszonyatosan gánynak kinéző távcső. De kit, mint a Szegedi 40-es csak egy kicsit. De kit érdekel, ha hatékony, mondaná az ember, mert hogy ez már a másik vezérlőterme, az angol-ausztrál vezérlőterme, hogy ahogy a interferometriánál itt is már 4 méter körül van az a távcső méret, ahol az embert nem engedik a műszerhez, ő ott szépen nem akarom ezt mondani, mert föl van véve, ha kikapcsolok, elmondom, hogy mit csináljon a kis észlelő. Ugye van egy műszerkezelő, meg van egy távcsőkezelő, aki a távcsőt irányítja. Az észlelő pedig az itt ül a sarokba, és néha mondomosakat. Most szerintem ezt a másik halmazt kéne. Tehát ott, ha én oda megyek, én nem használok semmit. Tulajdonképpen csak mondom, hogy mit használjanak nekem. Jó, ugye ebben a kupolában a legnagyobb távcső, 3,9 méter, meteor a világ körül, Sárnici, Krisztián, Angol-Ausztrál. Egyik nap szépen esélyt. Ilyen is van? Ilyen is van, igen. Csak itt lehet látni nagyon jó áttekintést, hogy 2,3-as Krisztián által használt 1 méteres, Uppsalas, mint a Várat készít, Rotze robottávcső, Y-Star robottávcső, Y-Star, vagy mi APT robottávcső, nem használtam kívül 60 centis, nem használt semmi, és egy új távcső, a SkyMapper, ami a déli ég slow felmérését próbál megvalósítani, több keresés. De most lesz már hamarosan a first slide. Hát ez elég szép. Jó, ez itt egy piercinges, ellenszenves helyelő piercinges csillagász csaj, ez pedig a angol-ausztrál főtükrére egy méretű fém modell. Jó, pedig másik irányban, tehát ez az egyik irány, nem ez,
Ez az egyik irány, és hogyha erre 90 fokkal jobbra fordulunk, nem lefelé, hanem jobbra, akkor ott van a UK, és mit meg a Les Umbres teleszkóp hálózatnak egy 2 méteres tárcsa, vetről a világ körül, kis Lászlóan Ambrauszkán teleszkóp körelké. Én háttérben esik az eső. Jó, aztán jött a szivárvány. Szép. Jó, Ausztrália nagyon sok szivárvány. Krisztián, mint földrajzos, rendkívül módon felizgatja, hogy hetente 5 szivárványt lát. Mindenki jobb, mint Magyarországon, ami valaha is lát. Erre még magyarázatot is kutatott. Valami van. Másmilyen a felület. Ez ilyen a Verzsung Bangul Nemzeti Park. Szép képek. Jó, és aztán lement a nap. Jangol Ausztrálnál még arra is ügyelnek, hogy a liftben piros legyen a fény, és akkor az embernek a sötét adaptáció nem veszik el. Jó, itt távcső, tök mindegy távcső, jó van már. Én valami is tudom, hát még ti. Jó van, igen, szép vagy, igen, igen. Nem tudom, mit akarok még mutatni egyébként. Azt hiszem, van még... Csillagászok alasznak. Csillagászok, azt hiszem, van, azt már magolt. Jó, mindegy, kiköszönöm. Sok-sok kupola van, kék az ég, dolgoznak az emberek. Ez itt a UK Schmidt, ahol most zajlik egy... Opp, ott egy fecske. UFO. Nem egy fecske nem csinál nyarat, de 100 az igen. Jó, szép, táj, jó van. Jó van, ajta szép. Jó. Jó, és akkor ezt egyik nap szépen kelt fel a nap. Hoppá, ott a... Ott az zöld. Nem, ez nem volt zöld, ez nem ennek, sajnos ott nem volt fotó, de a ténykérdés, hogy itt láttam életem egyetlen igazi zöld sugarát, itt most. Jó, igen, Vénusz, jó van, jó, és itt a délkeresztje kell föl. Nem tudom, mit akarod még igazából mutatni. Ezt szerintem nem akarom megmutatni, az egy csalódtan. Ez egy fickó. Jó, UK Schmidt, ugye a déli eget ezzel fotózták föl, vagy fölmérték föl. Ma nem azt használják már, hanem ezt a műszert. Ez 6 fokos látómező, 100 darab optikai kábellel, amelyek 6 fokos látómezőben csillagok fényét juttatják el. Hát ebbe a hol a francba van, ebbe a spektrográfba. Ez egy multi-objektum spektroszkóp, olyan 6DF, 6DF. Műszer. Most ezzel zajlik a RAVE Project, amivel a csillagok radiális sebességeit mérik. Kenguruk, jó van, ott legelésznek, és ő ott néz, és azt hiszem, hogy ennyivel, azt hiszem, véget is értem. Köszönöm szépen, hát elnézést így végig pörgettem, de nem csörgött az a hülyeség is. Köszönöm szépen. Pillanat, halló, mit mondasz? Jó lenne, ha hamarabb visszaérnék, akkor sziasztok! Jó, hát akkor köszönöm szépen, jövőre veletek!